napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Zsorosárból jegyző urat, hivatal munkatársait, kedves meghívott vendégeinket és a televízió nézőket. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy 8 képviselő van jelen. Távolmaradását bejelentette Nagyné László Erzsébet, Karcagyunagy Zoltán, illetve dr. Kovács László képviselőtársaink. Az ülés határozott, képes az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban foglaltatnak megfelelően tárgyalja meg a napirendi pontokat. Van-e egyéb napirendi ponti javaslata bárkinek is? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a teljes napirendet, aki támogatja jelző. Igen, nem, tartaszkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Javaslom, hogy a 21-23-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Tudjuk ezt támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek tárgyalása előtt köszönteni szeretném Daróczi Erzsébet újságírót, aki a kunság életét írja meg a megyei napilapban a rászorulók iránti segítő szándékkal, amiért a közönség szavazata alapján Prima díjat kapott. Az elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, további eredményes munkát és jó egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni és egy virágcsokrot átvenni. Tisztelt képviselőtestület, egy úrat kérem fel, hogy a két testület ülés között történtekről adjon tájékoztatást számunkra. Köszönöm. Augusztus 3-án, 10-én és 24-én szabadtéri mozi várta a filmkedvelőket a Városi Műfüves pályán. Augusztus 4-e és 7-e között a székelykeresztúri napokon városunkat képviselte, a Karcagváros számára adományozott Pro-Urba-díjat átvette, és ünnepi köszöntő beszédet mondott Kovács Szilvia alpolgármesterasszony. A képviselő testületből jelen volt Szepesi Tibor és dr. Kanász Nagy László képviselő. Augusztus 13-án a Badacsony Tördemici Szürke Marha Fesztiválon Kovács Szilvia alpolgármester képviselte a városunk vezetését. Augusztus 13-a és 21-e között kerültek megrendezésre a 25. Nagykunsági Kulturális Napok programjai. A rendezvénysorozat programjain részt vettek Pánti Ildikó, dr. Kanász Nagy László, Szepesi Tibor és Molnár Pál képviselők, Kovács Szilvia alpolgármester, valamint Dobos László polgármester úr. Augusztus 18-án megnyílt a vásárlók előtt a Karcag Center, amelyben a Pepco áruház található. Az átadáson jelen volt Gyurcsek János alpolgármester és Dobos László polgármester úr. Szintén augusztus 18-án a Szolnoki Megyeházán Dobos László polgármester úr, Gyurcsek János alpolgármester úr köszöntötték a megyei kitüntetésben részesült karcagiakat. Augusztus 31-én tartották a György István Katolikus Általános Iskola tanévító ünnepségét, ahol Pánti Ildikó, Molnár Pál és Karcagyunagy Zoltán képviselték a városvezetést. Szeptember 1-én az Arany János Általános Iskola tartotta tanévító ünnepségét. A rendezvényen Pánti Ildikó képviselőasszony volt jelen. Szeptember 2-án tartották az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanévító ünnepségét. Szeptember 2-ától 4-ig városunk volt a 6. JÁSZ Expo és Fesztivál belföldi díszvendége. A város kiállítással, néptáncműsorral, az éneklő szakácsok szórakoztató produkciójával, a Bengecsek Alapítvány kézműves foglalkozásaival és a Hungarikum Karcagi Birkapörkölttel mutatkozott be a Jászság fővárosában. Megjelenteket Dobos László polgármester úr köszöntötte, a rendezvényen részt vett Szepesi Tibor képviselő is.
Szeptember 8-a és 11-e között a 18. Szolnoki Gulyás Fesztiválon is díszvendég település volt Karcag. Kiállítással, kézműves bemutatókkal és foglalkozásokkal, néptárc csoportjaink műsorával és a Sárai Band fellépésével népszerűsítettük a várost. Az önkormányzat részéről jelen volt Szepesi Tibor képviselő úr. Szeptember 10-én került átadásra a Kiskolcsosi Általános Iskola felújított tornaterme. Az átadáson Nagyné László Erzsébet, Szepesi Tibor és Karcagyüme Zoltán képviselők, valamint Dobos László polgármester úr vettek részt. Szeptember 15-én az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub rendezvényén Dobos László polgármester úr tájékoztatta a klubtagokat a városban folyó aktuális fejlesztésekről, rendezvényekről, eseményekről. Szeptember 17-én a 15. jubileumi motoros találkozón Dobos László polgármester úr köszöntötte a szervezőket. Az önkormányzat részéről jelen volt Molnár Pál képviselő. Szeptember 18-án Bozsik program utánpótlás labdarúgó mérkőzés volt, melyen Molnár Pál képviselő vett részt. Szintén szeptember 18-án a Református Általános Iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából megrendezett háladó istentiszteleten Dobos László polgármester úr mondott köszöntőt Karcagváros önkormányzatát Pánti Ildikó, Szepesi Tibor és Karcagyüme Zoltán képviselték. Szeptember 19-én az AgroPerfect Kft. Szakmai rendezvényén Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester asszony vettek részt a városvezetés részéről. Szintén 19-én szüreti mulatságot rendeztek az idősek otthonában. A rendezvényen Molnár Pál képviselte az önkormányzatot. Még mindig szeptember 19-én városunk csatlakozott az autómentes nap felhívásához. Az általános iskolák számára szervezett kerékpáros programon több mint 400-an vettek részt. A rendezvényen Szepesi Tibor képviselő volt jelen. Szeptember 21-én a Jászlánkun Szolnok megyei iparkamara tájékoztató konferenciát rendezett a Bérinné Kulturális Központban. A konferencia résztvevőit Kovács Szilvia alpolgármesterasszony köszöntötte. Szeptember 22-én mozi előadásra várták a gyerekeket és a családokat a Bérinné Kulturális Központban. Szintén szeptember 22-én Hangok és Harangok címmel jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán hegedűművész a Nagykó Református templomban. A képviselői testületből jelen voltak Karcagyüme Zoltán, dr. Kanásznagy László és Szepesi Tibor képviselők. Szeptember 23-a és 26-a között lengyel testvérvárosunkban, Krosznó-Orzánszkijében került megrendezésre a karcagi, schwarzheidei és a helyi lengyel diákok sportversenye. A települések közötti sportversenyt Karcag csapata nyerte. Az önkormányzatot Dobos László polgármester úr és Szepesi Tibor képviselték. Szeptember 24-én megyei asztali tenisz fordulót rendezett a Kovács DS-e a sportcsarnokban. Szeptember 25-én a KSE csapata részt vett a Zádor Kupa felkészülési tornán a sportcsarnokban. A karcagi kosárlabdázók a tornát az első helyen zárták. Szeptember 28-án az idősek otthona idősök napi köszöntő ünnepségén Pánti Ildikó, Molnár Pál és Kovács Szilvia alpolgármesterasszony képviselte a városunk vezetését. Köszönöm szépen Jéző tájékoztatását. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy a szabadságolási tervtől eltértem a két ülés között eltelt időszakban. A kidolgozott tervtől eltérően az alábbi időpontokban vettem ki szabadságot július 18-22-ig és 25-29-ig, valamint augusztus 23-án és szeptember 22-én. Tisztelt jelenlő, tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. András Jandás képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Polgármester úrhoz intéznék néhány kérdést, illetve hát egy témába jelzést. A postai kereszteződés az utóbbi időben szintén volt két közúti baleset a postánál.
Én emlékszek, hogy annak idején polgármester úr is említette, hogy a közútkezelőtől kaptunk egy határozott ígéretet, miszerint a postai kereszteződésben lámpás forgalomirányítás fog elkészülni. Emlékem szerint még az idén. Tudunk-e erről valamit, illetve mik az esélyeink, hogy még ebbe az évbe ez megvalósul? Ha már az utaknál tartunk, a Kisújszállási út állapota, a Deák körút és a Sorompó közötti szakasz, hát az egész évben elég rossz állapotú volt, de ez az állapot tovább romlott. Itt tudom, hogy úgyhogy nem az önkormányzat feladata ennek a megjavítása, karbantartása, hanem a közút fenntartójé, de ezzel kapcsolatban is tudunk-e valamit? Utolsó információm az, hogy a közút fenntartó megígérte, hogy még ebbe az évben ezt a szakaszt meg fogja javítani, vagy részleges burkolatcserét fog itt eszközölni. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? És végül utolsó kérdésként, nagyon helyes módon úgy gondolom, hogy az önkormányzat önerőből, de fölfestette a zebrákat azokon a helyeken, ahol legindokoltabb, iskola, templom és ezeken a gyalogos átkelő helyeken. Ezek a fölfestések mára már eléggé megkoptak, nagyon kevésbé látszanak. Van-e arra lehetőség, hogy még az idén, tehát a tél előtt ezek a fölfestések kijavításra kerüljenek? Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, egy végtelenül bosszantó történetről van szó, hiszen valóban mindannyiunk szemét bántja ez a történet, és sokat foglalkozunk ezzel, teljesen jogos képviselő úrnak mind a három felvetése. Tájékoztatásul hagyd mondjam, hogy augusztus 4-én egy türelmetlenkedő levelet írtam a közút KHT vezetőjének, amire szeptember 20-valahanyadikán érkezett választ, tehát bőven határidőn túl, és ott is elég ilyen bizonytalankodó válaszokat adtak. Többször fölhívtam a közút KHT igazgatóját, és további levelekkel ostromoljuk és bombázunk őket mind a három témában, mert mind a három téma teljesen jogos. Ezt mi magunk is tapasztalhatjuk nap mint nap. A legutóbbi válaszban sem kaptunk konkrét ígéretet, de egy biztos, hogy a postai kereszteződésben a villanyrendőrnek a elkészítése az december 31-ig meg kell, hogy történjen. Pontosan erre hívtam fel én is a vezérigazgató úr figyelmét, hogy kiszaladunk az időből. Tehát az útjavításnak is, a felfestéseknek is a rossz időjárás gátat vethet. Nem beszélve arról, hogy nyilvánvalóan egy jobb időben természetesen azt a bizonyos kereszteződést is könnyebb szerelgetni, mint ha áll itt az esős, esetleg havas időszak. Én azért bízom, hogy megvalósulnak ezek a dolgok, legalábbis a postai kereszteződés, hiszen a remény hal meg utoljára, és úgy gondolom, hogy ha ezt nem készítik el, akkor kicsúsznak abból a pályázati időszakból, ami a rendelkezésükre áll. A másik két ügyben is tovább fogjuk szorgalmazni, és a megyei közgyűlésen úgy szintén fel fogom vetni ezt, és kérem képviselőt, hogy támogasson ebben a dolgokban, és biztos vagyok abban, hogy ezt a támogatást meg fogom kapni, hiszen valóban bosszantó, ami már itt folyik ebben az ügyben. Tehát a mi részünkről még egyszer mondom, hogy a folyamatos figyelemfelhívás megtörténik. Egyebet tenni ebben az ügyben nem tudunk, hiszen nem a mi feladatunk, és nem a költségvetésünkben ebben semmiféle pénzösszeg nem már rendelkezésre, egyébként hozzá se lehet nyúlni, mert nem a mi területünk. És a válaszok bizony nagyon lassan és elég hézagosan csordogálnak. Úgyhogy ha nem történik záros határidőn belül valami, akkor úgy döntöttem, hogy följebb fogok lépni mindenképpen, tehát valahogy a felsőbb vezetéshez fogok fordulni ebben a témában. Mert még egyszer mondom, teljesen jogos mind a három felvetés. És ennyit tudok jelen pillanatban közölni ebben az ügyben. Van-e további napirendelőtti kérdés? A képviselők tehetnek fel kérdéseket. Ha nincs, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására, illetve mielőtt rátérünk, erre lenne egy ügyrendi javaslatom.
Tisztelt képviselőtestület, jelen van a TRV részéről két képviselő is, és az egyik napirendi pontunk a TRV gördülő programját érinti, a 17-es napirendi pont egészen pontosan. Javaslom, hogy a 17-es napirendi pontot vegyük előre, hiszen a TRV jelenlévő képviselőnek még több helyre is el kell jutni a mai napon. Ezzel úgy gondolom, hogy segíthetjük a munkájukat, és nem vétünk a szába álljuk ellen. Tehát javaslom, hogy az első napirendi pont előtt a 17-es napirendet tárgyaljuk meg. Aki az üzleti javaslattal egyetért, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Úgyhogy akkor most a 17-es napirendi ponttal kezdünk, tessenek oda lapozni ehhez. Tehát a 17-es napirendi pont, javaslat a Karcsonváros vízi közműveinek 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére. Egy nagyon szép tervet találhatunk az anyagban. Javaslom a megvitatását. Kérdezem a TRV képviselőit, hogy szóban kívánják-e kiegészíteni a írott anyagot, van-e valamilyen további véleményük, észrevételük az anyaggal kapcsolatosan. Rendben van. Ennek fényében akkor vitára bocsájtom a napirendi pontot. Kérdés, hozzászólás, vélemény, van-e a javaslattal kapcsolatban? Nyilvánvalóan a szakbizottságok megtárgyalták ezt a javaslatot. Úgy látom, hogy teljesen letisztult a dolog. Ha nincs kérdés, vélemény, akkor javaslom, hogy fogadjuk a gördülőfejlesztési tervet el. Ha tudjuk támogatni, akkor kérem jelezzük, igen, nem, tartózkodás. 7 igen, 2 tartózkodás mellett a fejlesztési terv elfogadásra került. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen akkor a megjelenésüket. Tisztelt képviselőtestület, első napirenddel folytatjuk. Beszámoló Karcsonváros önkormányzat 2015. évi költségvetésének első fél évi végrehajtásáról szól. Ahogy az oldalban olvashatjuk, a bevétel és kiadási előrendelt főösszege 2.860.891 forint, a bevétel összességében az első fél évben 62,1%-os mértékben, a kiadás pedig 47,19%-ra teljesült. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Szakbizottság támogatta, köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazzunk, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, 7 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra került a beszámoló, köszönöm szépen. Második napirendi... Nem. Kettő nem, helyesdítek, tessenek gyorsan reagálni, mert megtévesztő a dolog így. Második napirendi pontunk javaslat. A Karcsonvárosi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a június óta eltelt időszak pénzmozgását rögzítjük ebben a javaslatban, a módosítások között hagyásoljon fel, hogy mindenféle pénzmozgás történik. Van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? A bizottság szintén elfogadta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem. Köszönöm szépen. 7 igen, 2 nem mellett a javaslat elfogadásra került. Harmadik napirendi pontunk. Javaslat a Karcsonvárosi önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályról szóló 23/2012 önkormányzati rendelet módosítására. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás. Van-e? Tánti Ildikó képviselőasszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Én egyetlen egy
kiegészít, nem is kiegészítés, tehát inkább örömteli véleményemnek adnék hangot azáltal, ami az anyagban is szerepel, és ami realitás, hogy a legutolsó módosítás óta eltelt időszakban ilyen és ilyen helyrajzi számú külterületi ingatlan, vagyis a Zádor híd önkormányzati tulajdonba került. Ez nagyon nagy öröm, mert ez régóta foglalkoztatta a városvezetést, a képviselőtestületet. Ez az érték, amely itt van a város határában, hogy az végül is a miénk. Eddig is a miénk volt, mert mi gondoztuk, ápoltuk, és a híd még olyan állapotban van, hogy bízunk a további sok-sok évszázados fennállásába is megfelelő karbantartással, és jövőben, jövőt illetően pedig majd gondoskodunk arról, hogy jó kezekbe kerüljön a híd és környéke, mint idegenforgalmi látványosság továbbra is, hiszen legutóbb is a Városgondnokság szépen rendbe tette a területét. Jó időben különösen sokan járnak ki, és megint egy előrevetített feladat az önkormányzat számára, lehetőségek függvényében, ha pályázati lehetőség adódik, az oda vezető utat elkészíteni, nem megjavítani. Egy úthálózat kiépítése odáig, mert azt hiszem, hogy ez mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontos. Én nagyon szépen köszönöm és örülök neki, és köszönöm azoknak a munkatársaknak, akik ezt lehetővé tették. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselőasszony kiegészítését, és osztozunk örömében mi is természetesen. Van-e további jelentkezés? A bizottság szintén támogatta. A bizottság szintén támogatta a javaslat elfogadását. Jelentkezést nem látok, akkor szavazzunk, aki tudja támogatni a javaslat elfogadását, kérem jelezze igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulnak került elfogadásra. Köszönöm szépen. Négyes napirendi pontunk, javaslat a Karcagi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 282/2014 KT szám 6-at módosítására. Tisztelt képviselőtestület, közigazgatási álszer, a közigazgatás álszervezése, struktúra és feladatrendszer folyamatos változása teszi szükségessé a SMS felülvizsgálatát, a változásokat ez okozza. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e az SMS-szel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs jelentkezés, felfogjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül, egyhangulat támogatjuk, köszönöm szépen. Ötös napirendi pont, tájékoztató a Karcagi Többszínű Kistérségi Társulás 2015. évi működéséről, eredményéről és célkitűzéseiről. Tisztelt képviselőtestület, a Többszínű Kistérségi Társulás folyamatosan szűkebb korlátok között dolgozik. Találkozunk ma is egy olyan napirendi ponttal, amiben az egyik feladata át fog kerülni az önkormányzathoz. Ettől függetlenül tesszük a dolgunkat, és úgy gondolom, hogy mindenképpen fenn kell tartani ezt a társulást, hiszen bármikor előfordulhat, hogy egy olyan pályázati lehetőség nyílik meg, ami pontosan ennek a grémiumnak ad lehetőséget, és semmiképpen nem kellene feloszlatni, bár akár azt is megtehetnénk, így zárójelben mondom, de ami megvan, azt ne bántjuk, és jó lehet ez még. Ha másra nem, használjuk csak időnként információ cserére, közös megbeszélésekre, az is jó, de azért még vannak feladatok, ahogy az anyagban is látható. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan? Ha tudjuk támogatni a tájékoztató elfogadását, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Hatodik napirendi pontunk, tájékoztató a Karcag-Kendres-Bánhalma víziközmű beruházási társulás tevékenységéről. Tisztelt képviselőtestület, az ivóvíz minőség javító projektről van szó, ami ugyancsak a végéhez közeledik, hiszen most már inkább egy monitoring rendszer kell még fenntartani.
és lassanként, hogyha ott is minden rendben lesz, akkor meg is szűnhet majd ez a társulás, hiszen betöltötte a szerepét, a feladat végrehajtásra került. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? A bizottság támogatta a tájékoztató elfogadását. Ha nincs jelentkezés, akkor szavazzunk, ha elfogadjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a Karcagi Többcélú Kisközségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ önkormányzati fenntartásban való további működtetésére. Tisztelt képviselőtestületem, az emlényt utaltam rá, most értünk ahhoz a napirendi ponthoz, amikor is törvényi változás okán a Szociális Szolgáltató Központ már 2017. január 1-től nem kistérségi formában fog működni, hanem az önkormányzathoz kerül. Ezzel sok mindent nem tudunk kezdeni, hiszen a törvénnyel szemben nem mehetünk, de azért egy vitát, ha tetszene gondolni, megérez. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Pénzügybizottság támogatta ezt a javaslatot. Gyakorlatilag minden változatlanul marad, nem a kistérség gardírozza a SSK-t, hanem a önkormányzat. Ha tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra, köszönöm szépen. 8. napi rendi pontunk úgy szintén egy javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igénylésére. Erre van tisztelt képviselőtestület lehetőségére, úgy gondolom, hogy ne hagyjuk ki semmiképpen, hiszen a bevételünk elég lassan csorognak befelé, és egy kis kiegészítés mindenképpen jól tud esni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Pénzügybizottság szintén támogatta a javaslat elfogadását. Ha mi is tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunk. Javaslat az Állami Számlaszék Nagykunsági Környezetvédelmi Kft-nél végzett ellenőrzését követő elnöki figyelemfelhívásra vonatkozó intézkedések meghatározására. Hiszen képviselőtestület ÁSZ vizsgálat folyt a nevezett Kft-nél, és valóban kaptunk egy elnöki figyelemfelhívást, ami különböző intézkedések megtételét teszi szükségessé. Ezeket el fogjuk végezni, de úgy halkan mondom, hogy menetközben is folyamatosan tesszük ezt. Nyilvánvalóan az ÁSZ-nak is megvan a feladata, a feladatok kiosztásában. Ezt mindenképpen testület elé kell vinni, hogy törvényes legyen a dolog, és e szerint fogunk eljárni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? A javaslattal kapcsolatban pénzügyi és fejlesztési bizottság szintén támogatta a javaslat elfogadását az intézkedési tervre. Tudjuk-e támogatni mi is? Igen. Nem. Tartózkodás. 8 igen, 2 tartózkodás mellett a javaslat elfogadásra kerül. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Zöldfa utca 48/A szám alatti 2846/2 helyrejelzőszámú ingatlan térítésmentes használatba adására. A gólyafészek otthonról van szó. Ez idáig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság használta, illetve kapta használatba, és hogyha elfogadjuk a javaslatot, akkor maga az intézményhez kerül ez az ingatlan. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatosan? A szakbizottság ezt is támogatta, ezt a javaslatot is. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 11. napi rendi pont. Javaslat a Karcagváros kísérőgáz hasznosítási projekt építési engedélyének meghosszabbítására szükséges tervfejezetek megrendelésére.
hiszen képviselőtestet a meglévő dokumentumunk határideje lejárt, határidő hosszabbítása nincs lehetőség, javaslom a tervet megrendelését, hogy ne kössünk be többel, illetve ne kerüljön többbe. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 12. napirendi pontunk, javaslat a Life Integrált projektben való részvételre. Tisztelt jelenlévők, a Karcagvárosi Önkormányzat, a Földművelési Minisztérium és a Herman Ontó Intézet megkeresésére szándéknyilatkozat formájában jelezte részvételre vonatkozó szándékát ebben az integrált projektben. Az elnyerhető támogatás összeget 250 millió forint. Levegő minőségvédelemről van szó, ami én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon indokolt ezen a területen, hiszen a földrajzi adottságaink igazán ugyancsak kedvezőtlenek, és ha valaki megnézi a légúti megbetegedésekkel kapcsolatos halálozási térképet, akkor a megye keleti részéig Karcag is ugyancsak be van feketítve, úgyhogy különösképpen oda kell figyelnünk, hogy minél jobban tudjuk csökkenteni a levegő szennyezettségét. Ez a projekt erre irányulna, hogy különböző módon az összeg hatékony felhasználásával évek során ez a légszennyezés ez folyamatosan csökkenjen városunkban és a környezetünkben. Szerintem végtelenül fontos dologról van szó. Már csak azért is, mert valóban nem könnyű, hiszen egyébként is a Kárpát-medencén belül is egy medencében helyezkedik el a város, és hát itt tudjuk nagyon jól, hogy egy-egy ilyen hosszabb téli hónapban, amikor ködös az idő, nem jár a levegő, akkor a korom, por és egyéb más szennyezés bizony komoly légúti megbetegedéseket okozhat. Ebben próbálkozunk, és hogyha a testület támogat bennünket, akkor lépünk tovább ebben a projektben. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Pénzügyi bizottság támogatta az elképzelést. Ha mi is tudjuk támogatni, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 13. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségfront akkreditációjára. Ahogy olvashatjuk az anyagból, 13 óta akkreditált kiváló óvodai tehetségfront a Madarász Imre Egyesített Óvoda, ami a szívből gratulálunk, komoly szakmai teljesítmény után kapja meg minden intézmény, aki megkapja ezt a lehetőséget. Viszont 3 évente meg kell újítani, és lejárt a 3 év, így időszerű erről beszélgetnünk. A szakbizottság úgy látom, hogy megtárgyalta és elfogadásra javasolta ezt a kezdeményezést. Pontos számunkra, ez egy szakmai elismerés mindenképpen, és egy kihívás is továbbra, hogy hasonló módon magas színvonalon végezhessék a munkájukat példaértékűen itt a környékünkön, a Madarász Imre Egyesített Óvodában. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. 14. napirendi pontunk, javaslat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Nemzeti Tehetségprogramra benyújtott pályázatainak megvalósítására. 4 dologban is pályázik az óvoda, sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatására pályáznak, köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására, a nemzeti kulturális örökség megőrzését, a hazai nemzetiségi hagyományokat és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására pályáznak, valamint a hazai tehetségsegítő tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek és közösségek, továbbá a tehetségsegítő szeretek hálózatainak kialakulásának támogatására is pályáznak. Szép dolog, mindenképpen úgy gondolom, hogy kellene ezt támogatnunk. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény.
Ha nincs, akkor 4 darab hatati javaslatról kell döntenünk. Akkor javaslom, hogy kezdjük meg a szavazást. Az Óvoda Nemzeti Tehetségprogram NTP-SL-16 számú pályázatának megvalósításáról döntsünk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat, fogadjuk el. Az Óvoda Nemzeti Tehetségprogram NTP-KKI-16 számú pályázatának a megvalósításáról döntünk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat, fogadtuk el. Harmadikként az Óvoda Nemzeti Tehetségprogram NTP-MKÖ-16 számú pályázatának megvalósításáról szavazzunk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. És végül az Óvoda Nemzeti Tehetségprogram NTP-HTT-16 számú pályázatának a megvalósításáról döntünk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Jó munkát kívánunk igazgató asszonynak és munkatársainak! 15. napirendi pontunk, javaslat a Dévényi Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár Csokonai Könyvtár telephelyének minőségpolitikai nyilatkozatára. Tisztelt képviselőtestület, az elmúlt évben szakértői vizsgálatra került sor a Csokonai Könyvtárban, ahol a könyvtári szakértő megállapította, hogy a könyvtár az könyvtár. Ként működhet tovább, mert hogy a feltételek természetesen megvannak ehhez. Örömünket kell, hogy kifejezzük ennek megfelelően, és konstatálnunk kell, hogy ez így történt. Kérdés, hozzászólás van ehhez az anyaghoz? Ha a javaslatot elfogadni jelezzük, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. A minőségpolitikai rendszer kidolgozásra került. Igen. Köszönöm. 16. napirendi pontunk, javaslat a Medetlen szenti helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás további biztosítására. Hosszú idő óta a tisztelt képviselőtestület a Jászkun-Volán közlekedési részvénytársaság, vagy annak jogelődje biztosítja számunkra ezt a szolgáltatást. Szolgáltatást a szerződés év végével lejár, így közbeszerzési eljárás megindítása szükséges ebben az ügyben. Ha elfogadjuk ezt a javaslatot, akkor meg is tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást. A hatalmi javaslatban megfelelően, amit tetszenek olvasni. Valami probléma? Vitára bocsájtam, kérdés, hozzászólás, véleményben. Tessék parancsolni. András Emlás képviselő. Köszönöm szépen az út, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Én egy javaslattal, illetve egy ajánlat gondolatával szólalnék meg a szolgáltató felé. Értem én, hogy a vonatok is késnek, de valamilyen formában célszerű lenne a buszok menetrendjét az érkező vonatok időpontjához igazítani. Sajnos tapasztalat az, hogy és az utóbbi években ez folyamatosan így volt, hogy viszonylag távol esik kettő egymástól. Tudom, hogy nehéz úgy egy menetrendet összeállítani, hogy a vonatok sem tartják be a menetrendet. De azért valamilyen megoldást kell rátalálni, mert bizony én látom is, hogy üresen jön be a busz, és mondjuk a vonat érkezése előtt. Aki gyakran utazik és gyakran használja a MÁV-ot, az maga is megtapasztalhatja, hogy bizony az óra előtt ment el, vagy nem sokkal korábban ment el a busz. Ez kellemetlen, akik közel laknak, azok túlélik, akinek taxival kell bemenni, hát annak már egy kicsit anyagilag is jobban érinti. Tehát én arra kérném polgármester urat, hogy a szolgáltató felé az önkormányzat jelezze, hogy ezen próbáljon megigazítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, bár a javaslatban nem erről van szó, de mindenképpen egy bosszantó dologgal találjuk szembe magunkat, sok esetben igaza van képviselő úrnak, több esetben jeleztük már ezt a szolgáltatónak, és akkor kérem a hivatalt, hogy újfent
fogalmazunk meg ebben az ügyben egy levelet nyomatékosan, hogy a vonat közlekedés és az autóbusz közlekedés, a helyi autóbusz közlekedés legyen összefésülve, mert megváltoztak a körülmények, nyilván modern, szép, kényelmesebb peron áll a Washington közlekedő részére, viszont irdatlan távolságot kell begyalogolni, míg a buszhoz ér az utas, és az idősebbek nem biztos olyan gyorsan odaérnek, hogy elérjék azt a bizonyos helyi járatú autóbuszt. A probléma ebből szokott elsősorban fakadni, azon túl, hogy bizony vannak késések, csúszások a közlekedésben, tudjuk nagyon jól. A lehető legnyomatékosabban kérjük majd, hogy próbáljanak tekintettel lenni erre a dologra. Dr. Kanászai László képviselő úr, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő televízió nézők. Én még ehhez hozzászólnék, és kérném, hogy ha új pályázati kiírás lesz, akkor a Nagyvénkertnek a buszközlekedését egy kicsit próbáljuk már ösztökélni, mert mindez ideig elég kevés az oda kijáró busz. A kórházi fordulóig azért elég sok helyközi buszjárat előfordul, bemegy, de a Nagyvénkertre már nem megy ki reggel, azt hiszem két busz van, és utána már csak délben tud bejönni az, akinek mondjuk nincs gépkocsia, vagy éppen nem tud közlekedni, nem tud föl sétálni a kórházi busz megállóhoz. Tehát ennek a, és hát főleg ez az időseket érinti, ugye, akik szeretnének kimozdulni, ügyeiket intézni a városban, és erre valami megoldást jó lenne találnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetést. Hát éppen most majd a szolgáltató cég kiválasztásánál lehet ezeket a dolgokat elsősorban kicsavarni a leendő szolgáltatóból, és most leszünk egy olyan helyzetben, amikor az igényeket, ezeket az abszolút jogos igényeket oda tudjuk tárni elejük, de arról is se tessenek azért elfelejtkezni, hogy az önkormányzat egy komolyabb összeggel szokta támogatni a helyi autóbusz közlekedést. Tehát a végtelenség nem tudjuk az igényeket kielégíteni, hiszen nagyon sokan szeretnének a város egyéb más területen is buszjáratokat látni. Mindenki szeretne, de a pénzügyi lehetőségeink természetesen végesek, de most jött el az áldott pillanat, amikor el lehet mondani azokat a óhajokat, sóhajokat, jogos kérelmeket, amiket esetleg ki tudunk szorítani a következő szolgáltatóból, még akkor is, hogyha esetleg ugyanaz a cég fog befutni, az ördög tudja. Ez majd kiderül a közbeszerzés folyamán. Van-e további? Molnár Pál képviselő, tessék elmondani. Köszönöm szépen, polgármester, a szót, tisztelt képviselőtestület. Határozati javaslattal kapcsolatosan szeretném azt kiemelni, hogy a Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság a képviselőtestületnek határozati javaslatot elfogadásra javasolja, támogatta is a bizottság, de azt szeretném mindenféleképpen kiemelni, hogy az 1-3 pontban foglalt pályázat előkészítésére a 2016 évi költségvetésből bruttó 1 millió 16 ezer forintot biztosítani kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenképpen beépítése kerül majd ez az összeg, ha eddig nem került volna be, de szerintem ott van már az. Köszönöm a kérdésítést. Van a további jelentkezés? A javaslat elfogadásról döntünk. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 17. napirendi pontunkat megtárgyaltuk, úgyhogy most át ugrunk a 18-as napirendi pontra. Javaslata a 2017. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előrendelet biztosítására. Erről szól a javaslat. Tisztelt képviselőtestület, 2000 óta folyamatosan részt veszünk ebben az ösztöndíjrendszerben. Javaslom, hogy ne térjünk el ettől a szokásunktól, hiszen a diákokat boldogan támogatta eddig is a város, és legyen ezután is ez a lehetőség megadva. 4 millió forint értékben gondolom, hogy a költségvetésbe építsünk be egy keretet erre a támogatási rendszerre. Kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatban? Egyébként példaértekű Karcagnak a hozzáállása ehhez a dologhoz. A nálunk tehetősebb, gazdagabb települések sem
mindig élnek ezzel a lehetőséggel. Úgy gondolom, hogy akármennyire is szűkös a költségvetési keretünk, azért ezt mindenképpen támogatni kellene. Pénzügybizottság is támogatta, köszönöm szépen. Ha mi is tudjuk támogatni, jelezzük igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el, köszönöm szépen. 19. napirendi pontunk, javaslata Kartak Széchenyi István sugárút 87 per ászám alatti 33,68 négyzetméter alapterületű önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadásáról szól. Jelenleg üresen áll a nevezett ingatlan, nagyon sok érdeklődő van, akik szeretnének lakáshoz jutni, önkormányzati lakáshoz jutni. Egy lehetőséget biztosítunk azzal, hogyha ezt pályázatra írjuk ki. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyébként is jön a tér, nem lenne szerencsés, hogy ott álljon üresen. Ha tudjuk támogatni a javaslatot, pályázatra történő kiírás, jelezzük, igen. Nem tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 20. napirendi pontunk a jelentések. Egészen pontosan 55 darab jelentést tetszenek találni az anyagban. A nyár meghozta gyümölcsét. Javaslom, hogy együttes szavazással döntsünk az elfogadásukról. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Nincs jelentkezés, jelentésekről döntünk, elfogadjuk, jelezzük, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, az átülés és a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Felkérem Rózsa Sándor jegyző urat, hogy a következő időszak programjáról legyen kedves tájékoztatást adni. Szeptember 29-én, azaz ma van a Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubja és a Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány szervezésében a Méltóság mezeje őszi találkozója. Szeptember 30-ától október 1-ig várja látogatóit a Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület, a két évente megrendezésre kerülő díszmadárkiállítás és hüllő bemutató rendezvényre a Dérini Kulturális Központban. Szintén szeptember 30-án a Dérini Kulturális Központ szeretettel várja a meseszerető gyermekeket és felnőtteket a Népmese napjára, ahol Kunné Nánási Mónika óvodapedagógus, Keserőni Ébner Tünde pedagógus, Gulyás Zsolt plébános és Kun László pedagógus olvassák fel kedvenc meséjüket az Ifjúsági Ház emeleti nagytermében. Október 1-én Karcag Solymár NB2-es junior kézilabda mérkőzést tartanak a sportcsarnokban. Október 3-ától 9-ig kerül megrendezésre az őszi könyvtári napok programsorozat az Ifjúsági Házban. Október 5-én rendezi meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kejfej Jancsi elnevezésű játékos sorversenyét. Október 6-án koszorúzással emlékezünk az aradi vértanukra és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc áldozataira. Október 8-án kerül megrendezésre a 16. Nagykun Karate Kupa a sportcsarnokban. Október 9-én zajlanak a 21. Karcagi Lovasnap és a 3. Karcagi Traktoros Ügyességi Versenyprogramjai. Október 11-én nyílik a Siegfried Klub hagyományos őszi kiállítása az Ifjúsági Házban. Október 12-én a szolnoki szimfonikusok várják a zenekedvelőket a Dérini Kulturális Központban. Október 14-én véradást szervez a Vöröskereszt a Dérini Kulturális Központban. Október 20-án Ivancsics Ilona és színésztársai Sejszellők című előadásával emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira. Az előadás az 56-os emlékbizottság támogatásával jött létre. Október 23-án a református templomban istentisztelettel, majd a városháza előtti téren
Ünnepséggel emlékezünk a 60 évvel ezelőtti eseményekre, és koszorúzással tisztelgünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai előtt. Ünnepi beszédet mond dr. Fazekas Sándor fölművelési miniszter országgyűlési képviselő. Október 25-én a Fogi Színház előadásában a Csengő Bongó Királyság című mese előadást nézhetik meg a gyerekek. Október 27-én rendezi meg a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 9-es diákjainak gólya estjét. Szintén 27-én mutatja be köteteit Kabai Nagy Lajos az Ifjúsági Házban. Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényekre. Köszönjük szépen a tájékoztatót, tisztelt képviselőtestület! Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2016. október 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata erre az ülésre? Amennyiben is, tisztelettel megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, a hivatal munkáját. Mindenkinek minden további szorgalmas napot kívánok. Az ülést bezárom.